Magyarország egyik legnépszerűbb tech tematikájú podcastjének alkotói a vendégeink a stúdióban. Köszöntelek titeket, Tálas Péter Csongort és Fabó Gergőt. Hello, szia! Először is a kezdetektől göngyölítsük föl kicsit a fonalat, hogy hogy merült föl ennek a műsornak az ötlete, ki volt az értelmi szerző, mi volt az inspiráció? Hát, ki volt az értelmi szerző, ezen inkább te voltál. Vagy én ezt nem szeretem így kimondani egyébként. Ez nagyjából 3 évvel ezelőtt a Rádió 88-ban vezettem egy olyan műsort, ami szintén ilyen tech tematikájú műsor volt, de nyilván egy kereskedelmi rádióban azért vannak kötöttségek, hogy miről lehet beszélni, miről nem lehet, mi minősül reklámnak, stb. És hát épp ezért agyaltam azon, hogy hogyan lehetne mégis, miután van azért elég masszív érdeklődésem a tech világa iránt, hogy hogyan lehetne mégiscsak ezt egy kicsit bővebben máshogy megoldani. És hát akkoriban kezdett el így Magyarországon is népszerű lenni a podcast műfaj egyáltalán, és akkor még Máté Geri barátommal, aki egyébként pont egy olyan karakter, aki talán egy picit kevesebbet szól, de ha szól valamit, akkor az üt. Legalábbis én így ismertem mint karaktert, és vele ketten kezdtük el a podcastet gyártani, és akkor még nagyjából úgy épült fel minden egyes adás, hogy kizárólag csak is ilyen tech hírekből indultunk, és ezeket dolgoztuk fel. Nyilván olyan módon, és azért is hívjuk magunkat ilyen tech bulvár podcastnek, hogy ez érthető legyen bárki számára, meg mondjuk, ha a szüleink korosztálya meghallgatja, akkor nekik is akár még szórakoztató is legyen, és aztán rá 1 vagy 2 évre, miután mi hárman egyébként, Geri, Gergő meg én egyébként is nagyon sokat találkoztunk, dolgoztunk is már együtt, meg talán a barátságot is mondhatom. Most már kevésbé. Szóval a lényeg az, hogy Gergő amúgy is egy csomót besegített nekünk így az agyalásban, meg grafikai munkákkal, meg mindenféle dologgal, és aztán egyszer csak felvetettem neki az ötletet, hogy mi lenne, ha egy kicsit még adnánk valami plusz fűszert a műsorhoz azzal, hogy ő is beüljön, és hárman beszélgessünk. Hát igen, ez nagyon... Nem volt elragadtatva az ötlet. Én nem szerettem volna úgy beülni az egész műsorba, és akkor gondolkoztunk, hogy legyen, hogy legyen nekem egy karakterem, aki csak néha szólal meg, és akkor az elején próbálkoztunk ilyen, hogy géphang volt az én hangom, aztán végül... Bozalmas volt. Igen. Nem tudom képzelni, ez sokkal jobb megoldás volt. Igen, hogy... aztán kitaláltuk a frigyes karaktert, aki voltam én nagyon sokáig, és akkor ettől azért, vagy hát tulajdonképpen így ebben a pillanatban lett az, hogy a frigyes álca az lekerült rólam, és akkor most már ketten csináljuk ezt az évadot. Volt egy olyan adásunk, amikor az volt, hogy leleplezzünk engem, hogy ki is vagyok én. Egy élő adást csináltunk, mert hogy ugye ebben sokat kell játszani, hogy oké, hogy podcastet gyártunk, és az visszahallgatható, de azért nem csak podcast felületekre csináljuk a tartalmakat, tehát Facebookra, Instagramra, tehát élőzünk is, hogyha olyan, vagy megkívánja a helyzet. És akkor egy élő videót csináltunk, és abban az volt, ez egy karácsonyi adás lehetett, igen, és abban az volt, hogy leleplezünk, és a leleplezés előtt állítottuk le az élő adást, és elég sokan voltak ott, és így mindenki írta, hogy mi van, eltűntünk, de ez így a gag része volt. És van egy másik nagy dobásotok is, ugye a Szín műsor, ami egy nagyon különleges adás lett, illetve hát ugye több részből tevődik ez össze. Hogy voltatok jelen a Színen, mivel foglalkoztatok ott? A civil falu meghívásán keresztül kerültünk a Színre, és sokat agyaltunk azon, hogy podcastet azért nagyon nehéz egy fesztiválon csinálni, általában egy stúdióban ülünk, nincsenek zavaró körülmények, de ha már fesztivál, akkor mi olyat csináljunk, ami hozzánk kapcsolódik, és nem lövi el mindenki. Tök jó lett volna, ha leültetünk egy csomó fellépőt, de azt mindenki más megcsinálja. Ezért mi arra gondoltunk, hogy olyanokkal beszélgetünk, akikkel amúgy nem nagyon szoktak, tehát a háttéremberekkel, azokkal az emberekkel, akiknek köszönhetően összeáll egy fesztivál, hiszen ebben azért így a halandó ember nem nagyon lát bele. Technikai személyzet, marketingesek, dizájnerek, a civil falu vezetőjével beszéltünk, hangmérnökkel beszéltünk, és hát ez egy elég nagy adás lett, most több mint 2 órás lett a... Hát közelítjük a két, most éppen még a vágóasztalon pihen a történet, de ilyen 1:40 valamennyinél járunk most már a vágott anyagba, mert hogy
folyamatosan 4 napon keresztül ugye ott volt a kis kitelepül stúdiónk a színen, és minden nap vettünk fel anyagokat. Ez se volt egy egyszerű mutatvány, hogy egyáltalán leszervezünk vendégeket minden napra. Nyilván, aki mondjuk szervező, vagy ott volt minden 4 nap, az még egy talán egyel egyszerűbb, bár nekik is folyamatosan csörgött a telefon, és rohanni kellett. De mondjuk beszélgettünk Herceg Petivel, aki a Well Hello-nak, illetve a Bagosi Brothers Company-nek ugye a hangmérnöke, és hát például azt leszervezni, hogy ő nagyjából fél óráig szakadjon el attól, hogy neki egy fesztiválon rengeteg dolga. Az már önmagában nagy kihívás. Igen, ez nem volt egyszerű, de szerintem marha izgalmas beszélgetések voltak. Pont azért, mert mindenki, aki kimegy egy fesztiválra, az kimegy, jól érzi magát, természetesnek veszi, hogy ott a színpad, ott vannak a sátrak, ott van mindenki, tök jól szól, nagyon fancy, lövik a konfetti, stb. De hogy ez mennyi ember munkája, meg hogy milyen brutál munka ez, azt nagyon kevesen tudhatják, és akkor ennek próbáltunk egy kicsit így hangot adni, hogy lássák az emberek azt is, hogy milyen kőkemény meló van ebben. És ez is nagyon jó példa arra, hogy minden korosztály számára érdekes lehet a műsorotok, mert azt is érdekelheti, aki már 25 éve kijár a színre, meg azt is, akinek ez az első színje, mert éppen most lett kamasz és bulizik, úgyhogy szerintem ez egy nagyon izgalmas és jó tematika volt, amit összeállítottatok. És a hagyományosabb adásaitokra egy kicsit visszatérve, milyen szűrő alapján rakjátok össze a podcast anyagát, mert mindig változatos és izgalmas, de azért nem könnyű kérdés, hogy milyen újdonsággal lehet tech témába előrukkolni, úgy, hogy még fogyasztható is legyen, ez hogy működik nálam? Hát a szerkesztési folyamat az évek alatt az nagyon-nagyon sokat változott. Zik folyamatosan. Nyilván a tech hírek azért adnak egy táptalajt. Tehát, hogy mi minden adás előtt pár nappal azért megnézzük, hogy mik az aktualitások. A Elon Musk és a kriptó az kimeríthetetlen témát ad, úgyhogy ha nem tudunk mihez nyúlni, akkor általában ez a két témakör mindig ott van. De amíg hárman voltunk is, mind a hármunknak egy picit más az érdeklődési köré a tech világon belül, úgyhogy azért nagyon sok mindent összedobáltunk, mindig egy kalapba adás előtt, és akkor kiválogattuk, hogy mi legyen a fő téma. És habár megvannak szerkesztve az adások, azért nem tudom, egy órás podcasten, vagy 40 perces podcast alatt azért előjönnek olyanok, amikre nem gondoltunk, és például általában ez én vagyok, akinek eszébe jut adás közben az, hogy na most akkor csavarjunk rajta egyet, úgyhogy a fiúk nagy örömére ezt így szokták szeretni, hogy én egy kicsit így belemászok a szerkesztésbe, de hogy az a lényeg, hogy mindig előtte megnézzük, hogy mi történik a tech világban, mi a legfrissebb, mi az, ami mondjuk az előző héten nagyot szólt, általában a termékbemutatók azokra azért szoktunk reflektálni. Meg arra valahogy kell is, ha bár minden más tech csatorna bemutatja magát a terméket, mi meg általában azt szoktuk elővenni, hogy milyen orbitális nagy hülyeségeket tudnak most a tech cégek megcsinálni, hogy nagyjából így áll össze, aztán mindig kísérletezünk. És ezek még csak a hírek, mert hogy ezen kívül általában próbálunk mindig valamiféle kis rovatot, vagy ilyen plusz dolgot beletenni. Talán az első ilyen meghatározóbb és komolyabb rovat, ami még a mostani adásokban is elő-elő fordult, nem fogok csúnyán beszélni, elnézést, de az a rovatnak a címe, hogy tele a faxom. Tehát a faxgépre kell itt most gondolni. És hát nyilván az áthalás nem véletlen, mert hogy van egy csomó olyan dolog, ami a technikai világa kapcsolatban az embereket idegesíti. Hogy most miért nem úgy működik egy applikáció, hogy nem tudom, 1001 példát tudtunk erre hozni. Facebook. Facebook, igen. És miután mindannyiunk életében volt egy csomó ilyen, ezért hétről hétre mindannyian hoztunk egy-egy valamit, ami nagyon fel tudott idegesíteni. És a kommentelők is tudtak kicsit ventilálni a téma alatt. Azért a magyar mentalitás az ilyenkor kijön szerintem, és ez egyébként egy tök jó leső dolog, hogy lehet egy kicsit most a szó jó értelmében véve hőbörögni azon, hogy ez miért így vagy miért úgy van. Sőt, az is előfordult már, hogy valamiféle probléma felvetődött, és adás közben kiderült, hogy mire a megoldás. Úgyhogy van ennek értelme. És hogy hangozzanak el számok is, hogy ugye a legnépszerűbbek közt vagytok, milyen követőbázissal rendelkeztek, hányan hallgatnak benneteket, és milyen korosztály, ugye ti úgy céloztok, hogy mindenkinek izgalmas legyen, de mit tapasztaltok a kommentekből, visszajelzésekből, hogy melyik az a korcsoport, ami a leginkább a tiétek? Ez nagyon nehéz belőni. Ugye podcast vagyunk, de gyártunk vizuális tartalmat is. A podcasteket ugye leginkább kocsiban, otthon hallgatják, háttérben az emberek, és a nagy podcast platformokon nagyon erősek a számaink.
Facebookon, Instagramon, YouTube-on kevésbé, de azért is, mert arra mi sem, hogy mondjam, mi sem fektetünk annyi energiát ezekre a platformokra, mert hogy mi tényleg podcastet gyártunk, de nagyon sokszor voltunk a Spotify alkalmazásban az ország tech csatornái között a másodikak. Tehát, hogy van egy nagyon nagy tech csatorna, aki nyilván mindig első, de hogy mi sokszor voltunk másodikok, tehát a leghallgattabb tech témával foglalkozó podcast, és aztán nyilván ez attól változik, vagy olyan szinten változik, hogy milyen sűrűn gyártjuk a tartalmat. Most volt egy nyári szünetünk, azért most is vannak, tehát így visszahallgatják emberek, mi is így minden héten meglepődünk, hogy mennyien hallgatják az adásainkat, amikor nincs új, és hát ez így folyamatosan hullámzik, és amit látunk, hogy a podcast hallgatók, ...nak a bázis az nő folyamatosan, tehát vagy én legalábbis az analitikákból azt látom, hogy nem az van, hogy van nagyon sok ember, aki podcastet hallgat, és ránk találnak, hanem egyre több ember kezdi el hallgatni a podcastet, és erre amúgy a korona alatt volt leginkább szembetűnő, mert nyilván mindenki otthon volt, rengeteg tartalmat fogyasztottak, és a podcastek, ez nagyon jó. Én például este nagyon sok podcastet hallgatok, úgyhogy ott volt egy szerintem ilyen nagy boom, és mi ekkor már azért úgy ott voltunk az élvonalban. Hát jókor kezdtük el abból a szempontból, hogy Magyarországon is mikor kezdtek el terjedni igazán a podcastek, ami meg a célcsoportot illeti, hát mostán azt mondhatjuk, hogy az ilyen fiatalos felnőttek azok, akik a legtöbben vannak, vagy nem tudom, hogy milyen pontos megfogalom. Hát például fiatal felnőttek, igen, nem? De van például 18 év alatti követő, van egy zárt Facebook, vagy nem zárt, nyílt, de hogy egy Facebook csoportunk, ahol így a mag ott van, és ott beszélgetnek, de mi már oda bele se szólunk, ott egymás között beszélgetnek, és ott van egy srác, 16 éves lehet körül, 17, aki folyamatosan tolja nekünk a híreket, de például részt vettünk egy ilyen okos otthon expón, ahol így a 30 pluszos korosztály volt, és ott nagyon sokan odajöttek hozzánk, hogy ja, igen, tudunk titeket, hallgatunk, mert hogy okos otthon témákban is elég sokat foglalkozunk. És hát így nagyon szerte, nyilván aki szereti a tekket, de nem annyira tekőrült, hogy az összes ilyen kis nüanszi dolog, hogy hány megahertz valami, tehát hogy erre vannak más csatornák. Ő se ilyen. De igen, hogy azért is csinálunk tech bulváradást, mert hogy mi se tudnánk mondani. És könnyebben fogyasztható, igen, és ez a formula. Igen, igen. Kívánjuk nektek, hogy akkor egyre többen és többen hallgassanak benneteket, és ahogy láttuk az őszi posztokat, hogy készültök sok újdonsággal is, úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok, további jó munkát. Köszönjük.